A Magyar Katolikus Kulturális Hetek keretein belül egy izgalmas és elgondolkodtató eseményen vehettünk részt, a Mustárma Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium jóvoltából. A diákok magyar költők istenes verseihez készítettek illusztrációkat. Stábunk az ezekből készült kiállítás megnyitóján találkozhatott a színes, szebbnél szebb alkotásokkal és természetesen az őket ihlető versekkel. Egy felkérést kaptunk a fenntartótól, hogy a Katolikus Kulturális Hetek rendezvénysorozatában valamilyen programmal vegyünk részt. Magyar tanárunk, aki a gimnáziumban tanít, Móna Tamásné, szervezte tulajdonképpen ezt az egész kiállítást. Ez a kiállítás forma, ez nálunk mondhatnám azt, hogy már egy hagyomány, hiszen évről évre a vers ünnepét ilyen módon ünnepeljük meg, hogy gyerekek hoznak verseket, illusztrációkat hozzá, és akkor ezeket kiállítjuk, és ők megnézik, van, hogy még értékelik. Volt olyan év, amikor strigulákat húztak melléjük, hogy kinek melyik tetszik. Hajna Ákos Gábor igazgató úr hangsúlyozta, a lényeg nem a képek esztétikai minősége, hanem a szándék, mely létrehozta őket, s az üzenet, melyet a verssel egybeforva alkotnak. Ez természetesen így is van, az csak egy nagyszerű bónusz volt számunkra, hogy rengeteg szemegyönyörködtető képet láthattunk. A diákok célja a versek, s olvasásuk népszerűsítése volt. Reméljük, valóban egyre többen fedezik majd fel az istenes versek különlegességét a fiatalabb generációk közül is. Az elmúlt napokban, amikor itt fönt jártam, többször hallottam, hogy beszélgettek itt a képekről. Ide-oda mentek, egy-egy képhez odahívjátok a többieket, hogy nézzétek meg, ez milyen jól sikerült. Szombaton reggel én is fönn voltam, amikor még nem volt itt senki, és végigjártam a képeket, és akkor jutott eszembe néhány gondolat. Az egyik az, hogy minden olyan vers, ami Istenről vagy Istenhez szól, tulajdonképpen egy imádság. És aki ezeket a verseket olvassa, akár hívő, akár nem, akarva vagy akaratlanul, önmaga is imádkozik. Akik pedig ezekhez a versekhez illusztrációt készítettek, tulajdonképpen a versben megfogalmazottakhoz hozzáadják saját gondolataikat, és ezáltal önmaguk is részesévé válnak ennek az imának. És ettől a pillanattól kezdve már nem az számít, hogy milyen a művészi értéke egy képnek, hanem a kép és a vers együtt mit mond. Thank you.